A világszerte sikeres építőjáték a Lego története 1932-ben kezdődött, és mára nincs olyan dolog, amit ne lehetne megépíteni a több mint 10 000 féle Lego alkatrészek segítségével. A népszerű kockák azonban nem csak játékra alkalmasak. Pár évvel ezelőtt egy oktatási módszert is kidolgoztak, amelyet mára a világ több mint 50 országában sikeresen alkalmaznak. A Lego kockák segítségével történő oktatás megismerése és népszerűsítése érdekében szerveztek STEM szakmai napokat a Bihar megyei Székelyhídon. Az óvodától az egyetemig tartó oktatásnál én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ez milyen ez az oktatás, hiszen a 21. századi kihívásoknak kéne, hogy megfeleljünk mi pedagógusok, és hogy olyan kompetenciákat fejlesszünk a tanulókban, amik majd ezeknek a kihívásoknak megfelelnek akkor, amikor ők már felnőtté válnak. Ezt ugyanazokkal a módszerekkel, mint ahogy 30 éve csináljuk, sajnos nem lehet elérni. Tehát ahogy változik a világ, a pedagógiának is úgy kell változni. Nekünk magunknak, tanároknak is úgy kell változni, hiszen a cél az továbbra is az, hogy boldog, sikeres felnőtteket neveljünk. A Legóval való oktatást Romániában elsőként még 2018-ban a Székelyhídi Petőfi Sándor elméleti liceumban vezették be. Az ország első Legó oktatására alkalmas osztálytermét a Borsodabaúj Zemplén megyében található Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola segítségével sikerült berendezni. A két iskola egymásra találását Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes segítette, aki maga is hatalmas lehetőségeket lát az új oktatási módszerben. A Lego az olyan kis darabok, ami önmagában szemét, kuka, de ha összerakod, hát akkor abból lesz valami szép dolog, nem? És gondolom ez a mentalitás, ez a szövetségkötés utáni vágy, hát gyerekek fejébe játszva együtt, közösen, hát biztos, hogy segíthet abba, hogy igen, 2040-re hát Erdélyben is egy más típusú társadalom, hát ez világnézeti szemlélet alakuljon ki. A Lego árszpoetikája szerint minden gyerek találja meg a saját jó megoldását, a saját útját a tudáshoz, és ebben az óvodától egészen az egyetemig kiváló segítséget tudnak nyújtani a különböző méretű, színű, többféleképpen összeépíthető Lego alkatrészek. A különböző korú és készségű gyerekek igényeihez igazított anyagok használata során fejlődik a diákok kíváncsisága, kreativitása, érzelmi intelligenciája, kommunikációs készsége, kialakul az együttműködési készségük és a kritikai szemléletük is. A Lego matematika, a dupló hatosszett és a robotméhecskét azért tartom nagyon fontosnak már óvodás korban megismertetni a gyermekekkel, mert nagyon sok olyan készségét fejleszti a kisgyermeknek, amelyet majd a későbbiek során tud kamatoztatni, majd az iskolai évek során. Például a logikus gondolkodását fejleszti, az algoritmikus gondolkodását fejleszti ezáltal, ügyességét, kreativitását, figyelmét, együttműködő képességét, és ezek szerintem mind nagyon-nagyon fontosak lesznek majd a későbbiek során, amikor már iskolába kerülnek, vagy amikor már felnőtté válnak, és én azt gondolom, hogy óvodáskorban kell ezt már megalapozni. Az STEM egy olyan oktatási megközelítés, amely a tudomány, a technológia, a mérnöki ismeretek, a matematika 4 tudományának a különböző területeire koncentrál. Egy olyan korban, ahol a műszaki és tudományos készségek egyre fontosabbak a munkaerőben, a gyermekeknek minél fontosabb, hogy megismerkedjenek az STEM tantárgyakkal, hiszen ezeknek a jövőjük szempontjából kulcsfontosságú szerepe lesz. A mintaórák során kiderült, hogy a népszerű Lego kockák nem csak a matematika, informatika, természettudományi tárgyak, hanem a magyar irodalom és nyelvtan és az idegen nyelv oktatásban is segítséget nyújtanak a diákok számára. Legózni szeretnek a gyerekek, társasjátékozni szeretnek, sakkozni, malmozni, aműbázni, és nagyon sok olyan oktatási kísérlet indult el most Magyarországon és a világban is, és biztos vagyok benne, hogy itt Romániában is, ami ezeket próbálja valahogy felhasználni. Magyarországon elindult például
például van egy világhírű sakkozó hölgyünk, a Polgár Judit, kezdeményezésére a Sakkpalota program, ami a sakkozás felhasználásával próbálja a gyerekeknek meghozni a kedvét a gondolkodáshoz. De az a helyzet, hogy itt a Lego robotok ezzel mind-mind fantasztikus lehetőséget jelent, és hogyha a gyerekeknek kedve van, beleveti magát a munkába, nem is tanulásnak érzi, hanem játéknak, akkor ebben az esetben szerintem hatalmas eredményeket lehet elérni. A különböző előrejelzések szerint a következő 25 évben a mai foglalkozások 50%-a el fog tűnni. Azok a gyermekek, akik most kezdik el óvodai, iskolai tanulmányaikat, 2040-re lesznek felnőttek, és a legtöbbük olyan szakmákban fognak dolgozni, amelyek ma még nem is léteznek. A Legóval való oktatásnak az egyik feladata az, hogy felkészítse a gyermekeket az előttük álló kihívásokra. A felsőoktatásnak meg kell újulnia módszertanok tekintetében, hogyan viszonyuljunk az új hallgatókhoz, az új hallgatóknak milyen tudást tudjunk átadni, azt a tudást, amit meg tudják használni a munkaerőpiacon. A munkaerőpiaci elvárások is évről évre változnak, ezért nekünk is rugalmasnak kell lennünk ezekkel a tudásokkal. Ami fontos, a hard skill-ek mellett a soft skill-ek, vagyis a puha készségek, amit elvárnak tőlünk, ezek a transzverzális skill-eknek a fejlesztése, a kommunikáció, az együttműködés, az érzelmi intelligencia, amelyek elvárásként érkeznek a munkaerőpiacról, és ezekre kell reflektálni az egyetemi, vagy akár a középiskolai tananyagoknak. A világszerte bevált, több tantárgynál is alkalmazható módszer Magyarországon több mint 500 iskolában van már jelen. Jelenleg Romániában csupán néhány iskola alkalmazza a Lego oktatást, viszont egyre nagyobb igény mutatkozik az oktatás módszerének a megváltoztatására nézve. A cél az, hogy élményé váljon a tanulás és a tanítás is, a gyermekek játékosan fedezzék fel a világot, miközben olyan tudást kapnak, amellyel felkészülhetnek a jövőbeli kihívásokra.